ő az igazi Mikulás, nem csak egy hasonlás, hanem az igazi. Jólopuki az igazi Mikulás Lapföldről érkezett Budapestre múlt héten. Méghozzá budapesti Mikulás gyárba, ahol rengeteg ajándék, szorgos segítők és persze hatalmas gyerektömeg várta. A Mikulás gyár látogatása önmagában is óriási élmény minden gyerek számára, de emellett minden nap koncertek és programok is várják a látogatókat, sőt bizonyos napokon Jólopukival is ingyenesen fotózkodhatnak a gyerekek. Jólopuki nem végig Ferencvárosban lesz, bár itt a Bakács téren kívül egyéb, tehát a jégpályára is szerveztünk neki exkluzív gyerektalálkozót, ott iskolásainkkal, óvodásainkkal fog tudni találkozni, vagy hát ők tudnak majd veled találkozni. Persze mindez nem csak azokért a gyerekekért van, akik ellátogatnak a Mikulás gyárba. Minden felajánlásra és adományra óriási szükség van idén is, amit az adakozók itt a gyárban adhatnak le bármelyik nap december 21-éig. Ezekkel pedig a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyerekeknek a karácsonyát aranyozzák be. Mi a szegény, éhező, mély szegénységben élő gyermekeknek gyűjtünk. A legfontosabb, hogy enni tudjanak. Ráadásul a téli szünetben, amikor nincsenek iskolában és nem lesznek iskolában, akkor nagyon gyakran otthon nem kapnak ételt, meleg ételt egészen biztosan nem ezek a gyermekek, úgyhogy nekik ez óriási segítség lesz. Elsősorban tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szüksége van azoknak a gyerekeknek, akik a mi fókuszunkban vannak. Ha ezen kívül kapunk sok tisztítószert, tisztálkodási szert, amire szintén szükség van, samponra, fogkrémre, tisztítószerre, mosogatóra, bármire, hiszen ezeknél a családoknál vagy intézményeknél a higiéniás körülmények sem olyanok. A város több pontján gyűjtik az adományokat, logisztika, rengeteg gyerek érkezik ide, Jólopuki, ugye a Lapföldi Mikulás többször is itt lesz, gyerekprogramok lesznek, koncertek lesznek. A Mikulás gyár egyébként most először itt a 9. kerületben, a Bakács téren kapott otthont. Egy kicsit intimebb környezet, mint ahogy ahol eddig voltunk, és ez nekem személy szerint nagyon tetszik. Mint minden karácsonyi csodához, ehhez is sok jó szándékú szervező, szorgalmas munkatárs és néhány hosszú éjszaka kellett. Múlt hét kedden éjjel beszéltünk először a Mikulás gyár szervezőivel, hogy akkor Bakács tér lehetne a helyszín. Természetesen milyenkor minden ilyen megkeresésre megpróbálunk gyorsan és hatékonyan reagálni. Sokáig keresgéltek helyszínt, és hát tényleg nem kérdéses volt, hogy meg tudjuk ezt egy hét alatt szervezni, le lehet-e bonyolítani. Nagyon örülünk, hogy itt tudjuk vendégül látni a Mikulás gyárat. Nagyon fontos, amit csinálnak, ez minden évben bebizonyosodik, és örülünk annak is, hogy van itt sok-sok olyan ember, aki adni is, tehát adományozni is szeretne. A Mikulás gyár december 21-éig látogatható minden hétköznap reggel 9-től este 9-ig.